Toldi Miklós Nagy erejű, bátorszívű vitéz Toldi Miklósról regélek nektek, hallgassátok meg! Híres neves vitéz volt az apja is, Toldi Lőrinc, nem sok külön vitéze volt Nagy Lajos királynak, s mikor az öreg Toldi meghalt, nem feledkezett meg a király az utódairól sem. Pecsétes levelet küldött Toldi Lőrincnének, írván kegyes szívvel, hogy csak küldje fel mind a két fiát, Lőrincet is, Miklóst is Budavárába, vitézeknek seregébe. Ott van az ő helyük. Hely, örült lőrinc a király levelének. Bizony megy ő, hogy ne menne a király vitézeknek seregébe, ahol élhet világpompájában. Mondta Miklós, aki akkor még fickó legény volt. Én itt itthon maradok az édes jó anyámmal. Nem is ilyen parasztos kölyöknek való a király udvara, mondta hegykén gőgösen lőrinc. Fiam, fiam, dorgált a az anyjuk. Nevesd meg öcsédet, szívemről szakad drága gyermekemet. Fájt Miklósnak erősen a bátyja hegyke beszéde. Szó nélkül ment ki az udvarra, de ott sem volt maradása. Kiment a rétre, ott a csikósokkal terelgette a ménest, s haza sem tért, míg nem hallotta, hogy kevély bátyja elment Budabárába, a nagy király fényes udvarába. Telt múlt az idő, Miklós nagy legényés erdült, Egyszer, amint a réten színás szekereket raktak, hát uram teremtőm, arra tart az úton egy csapat csillogó-villogó ruhás vitéz. – Hé, paraszt! – szólította meg a csapat vezére Miklóst. – Merre visz az út Budára? – Haj, de a szívébe nyilallott Miklósnak ez a kevé lenéző beszéd. Nagy hirtelen félkézzel felkapta a földről a szénakötőrudat, rudat, kitartotta egyenesen, s úgy mutatta, merre van Buda. De ámultak, bámultak a vitézek. Világ életükben nem láttak ilyen erős legényt. Mondta is neki a vezér. No, öcsém, kár neked paraszti sorban maradnod, jere velünk Budára, ott megbecsülik ám az erős, bátor legényt. Nem megyek, járjanak békével, mondotta Kurtán Miklós. Hát maradj parasztnak, mordult rá a vezér. Azzal megsarkantyúzta a paripáját, a vitézek is, s egy szempillantás múlva eltűntek a nagy porfellekben. Hanem ettől fogva Miklósnak nem volt nyugodalma. Szomorú volt mindig, búsongott, keserget magában, hogy ő is nem élhet ott a király udvarában. Hely, ha ő ott volna. Bizony megmutatná, hogy nem lenne a királynak külön vitéze, mint ő. Jaj, de megörült, amikor hallotta, hogy jő haza a bátyja látogatóba. Most már ő sem marad ide haza. Fölmegy lőrincel Budára. Azám, Csak ugyan haza is jött a bátyja, de bizony nem azért, hogy lássa az anyját s testvérét, de azért, hogy pénzt vigyen Budára. Mert hát sok pénz kell a pompás vitézi életre. De még az sem volt eszébe, hogy magával vigye az öccsét. No bizony, hadd dolgozzék a paraszt, gyűjtse a pénzt neki. Szegény Miklós, mintha bunkós bottal fejbe ütötték volna, amikor szaladt nagy örömmel a bátyja elé paraszti ruhában izzadtan, s az meg visszalökte. – Fére kölyök, elpiszkolod a ruhámat! – Miattad izzadok, miattad hull véres verejtékem! – kiáltott Miklós. Azzal hátra ment a kertbe, leült egy fallás, ott üldögélt búsan egymagában, törülgetvén hulló könnyeit. De lőrinc, a gonosz lelkű lőrinc itt sem hagyta békében. Titkon felhergelte a legényeit, hogy bosszantsák Miklóst. No, azoknak sem kellett sok biztatás. Jól benyakaltak abból a borból, melynek szőlőjét Miklós kapálta, s kővel, dárdával dobálni kezdték Miklóst, s mindenféle csúfondáros szavakkal illették. Tűrte, tűrte egy darabig ezt Miklós, de ahogy egy dárda a vállát meglegyintette, hirtelen felszökött, s rettentő ordítással, hogy a ház is megrezdült belé, felkapott egy malomkövet, s a legények közé lódította. No, szegény Miklós, mit tettél? Úgy talált fejbevágni egy katonát, hogy az menten szörnyet halt. – Gyilkos! Gyilkos! – kiáltották a katonák. – Fogjuk meg! Nemes ember ölt meg! Halál rea. A nagy lármára kiszaladt Toldi is, s hogy megtudta, mi történt, bezzek, hogy ő biztatta legjobban az embereit. – Utána! Fogjátok meg! Futott Toldi Miklós, mint az üldözött vad, árkon bokronát, s vissza sem nézett, míg a nádasban nem ért. A közben sötét este lett, behúzódott a nádasba, ottan leült, s keserget magában. Istenem, Istenem, mit tettem? Gyilkosságra vetemettem. Talán ártatlan embert öltem meg. Nem látom többet az édesanyámat. Világbújdosójává kell lennem. De én, amint így kesereg magában, megzirren zörren a nádas, s mire fölugorhatott volna fektéből, azt hitte, hogy nyomára találtak az üldözők, ott állott előtte az öreg Bence, az ő hűséges, régi cselédjük. Hely, majd meghasadt Miklós szíve a nagy örömben. Bence bácsi, Bence bácsi, újjongott Miklós. Csak csendesen, ifi úr, suttogott Bence, mert a földnek is füle van. Három nap múlva visszamegy a bátya úr Budára, akkor hazajöhet bátran ihol, küldött az édesanyja elemúzsihát, ételt, italt elegendőt. Ne búsuljon, egyék, igyék. Na, nem kellett nagy biztatás Miklósnak. Olyan éhes volt, hogy a szeme zöldet, vereset látott. No jól van, én most visszamegyek a nagyasszonyhoz, s megmondom, hogy láttam az ifjúrat, kutya baja sincsen, mondta az öreg Bence. Aj, Istenem, sóhajtozott Miklós az öreg Bence után. Miért nem mehetek haza én is vele? Lefeküdt, behunyta a szemét, de nem tudott elaludni. Húzta, erősen húzta a szíve hazafelé. Ej, egy életem, egy halálom, még ma éjjel hazamegyek az édesanyámhoz, elbúcsúzom, aztán megyek világgá. Mondta, s elindult hazafelé. Mikor hazaért, bement az anyja szobájába. De bezzek Toldiné nem aludt, az asztal mellett ült, sráborulván sírt, keserget magában. Lábújhegyen odalépett, megölelte, megcsókolta. Ne sírjon édes jó anyám. meg, csókoljon meg lelkem jó mert én elmegyek, s ki tudja lát e többet. Ó, édes fiam, maradj itt, rejtegetlek, megőrizlek, megvédelek, maradj itt. Mondta Miklós, ereszen el édesanyám. Megyek budára, s hiszem, hogy jó híremet nevemet hallja nem sokára. Toldiné megölelte, csókolta kedves fiát. Eredj, fiam, eredj! Segéljen az Isten! Ment, mendegél Toldi Miklós. Még egyszerre csak Pest városa mellé ért, Pest mellett a temetőkertbe. Megmegállott, nézegette a fejfákat, s ím, amint sírról sírra megy, fekete gyászruhás asszonyt lát, aki ráborult egy sírhalomra, átölelte a fejfát, s keservesen sírt. Megállott Miklós, nézte, mi áll a fejfán, s megszólította az asszonyt. A fiai csiratja ugyanagy asszonyom. Istenem, de ifjan haltak meg. Az asszony fölnézett Miklósra, s azt mondta szemeit törülgetve. Ifjak voltak, szépek voltak, vitézek, s mind a kettőt megölte a cseh óriás páros viadalban. Verje meg az Isten, veretlen se hagyja, ki a szegény anyákat így megszomorítja. Aztán elmondta az asszony, hogy ki s mi az a cseh óriás. Budára jött, sorba hívja páros viadarra a magyar vitézeket. Még eddig mind megölte, akik vele kiállottak. Nincs is már több magyar vitéz, aki szembe álljon. Hey, – de dehogy nincs! – kiáltott Toldi Miklós. – Isten áldja meg, nagyasszonyom! nem volt nyugta maradása, szinte futott be a városba, ment utcáról utcára, s mindaz forgatta az elméjében, hely, ha legyőzhetné a cseh óriást. Azá. De egyszerre csak elszomorodott erősen. Se pénze, se vitézi ruhája. Hogy álljon ki páros viadalra? De mikor éppen a város szélére ért, úgy megállott, mintha oda volna. Hely, kit látott? Az öreg Bencét! Jött az öreg lóháton, skantárféken kantárféken vezetett még egy szép sárga csikót, Miklós kedves lovát, a rigót. Nyereg is volt rajta, szép aranyos nyereg, a nyereg kápában lógott egy zsákban, ugyan mi? Az ő vitézi ruhája. Úgy Alig indult el hazúról Miklós, édesanyja útnak indította Bencét, hogy vigyen neki pénzt, elegendőt, vitéznek való ruhát, lovat, kardot de ölelte csókolta Miklós az öreget. – Lelkem öregem, az Isten áldja meg minden lépésében. Hát, édesanyám, mit csinál? Hogy szolgál az egészsége? Alig győzött felelni Bence a sok kérdésre, de aztán bementek egy csárdába, a lovakat bekötötték az istálóba, a csárdában asztal mellé telepedtek, ott bor mellett beszélhettek szívük szerint. Másnap reggel felszerszámozták a rigót, Fölpattant rá Miklós, s a rigó két lábra állva táncolt ki a kapun, végig táncolt, lejtett az utcákon, de olyan módosan, olyan szépen, hogy csodájára kicsődültek a népek. – De szép dali, vitéz! – mondta ez is, az is. – Kár érette! – mondták többen. – Nem féltem én, ez leveri a csehet! S futott a hír előre, futott föl Budavárába, a palotába, hogy jön egy vitéz ismeretlen, aki a cseh óriással síkra száll. Haj, megörült ennek a hírnek a király. Mert már eltelt három nap, s nem akadt egy magyar vitéz, aki a cseóriással kiálljon, az meg minden áldott nap járt fels alá az utcán, csúfolta a magyar vitézeket. Ahogy a hírt hallotta a király, Nosza egész udvari népével kiült a palota tornácára, s úgy várta, hogy mi lesz. S ím, Egyszerre csak ugyan megjelent a Duna partján, Pest felől az ismeretlen vitéz, s mert hogy a Cseóriás meg a Duna túlsó partján sétált, átüzent Bencével, hogy csak ne sétáljon feles alá, hanem üljön csónakba, s lendüljön át a Margit szigetre. Mert hát a Margit szigeten volt mindig a páros viadal. Eközben Miklós megkötötte a rigót egy oszlophoz, csónakba ült, egy szempillantás alatt átlendült a Dunán, s amint kilépett a szigetre, úgy megrúgta a csónakot, hogy az visszasiklott a Duna partjára oda, ahonnét elindult. Akkor már ott volt a óriás, és kérdezte. – Hát azt a csónakot miért rúgtad vissza, vitéz? – felelt Miklós. – Azért, mert elég lesz visszafelé egy csónak is. Bizony mondom, hogy egyikünk itt hagyja a fogát. – Azt már én is mondom – vágta vissza hegykén a cseh. Ám vitézek módjára előbb kezet fogtak. Hely, ez volt csak a készfogás. A cseh óriásnak a vér is kiserkent a kezéből, úgy megszorította Miklós. Így fog kezet a magyar, mondta Miklós. Hiszen egyszeribe elment a cseh óriás kedve a hegykélkedéstől. Látta, hogy emberére talált. Térdre borult Miklós előtt, s úgy könyörgött, hogy kegyelmezzen meg az életének, aranyjal s ezüsttel váltja meg. Nem kell nekem sem aranyad, sem ezüstöd, mondotta Miklós. – Aranyadat, ezüstödet add annak a szegény özvegyasszonynak, akinek két fiát ölted meg, aztán takarodj haza innen. Értetted-e? Mindent ígért fogadott a cseh óriás, s közben mentek vissza a duna partjára a cseh óriás csónakjához. Miklós ment elől, az óriás utána. S hát a gyáva lélek hirtelen kardot rántott, hogy orozva levágja Miklóst. Ám áldott szerencsére Miklós a duna tükrében meglátta ezt, nagy hirtelenséggel megfordult, kirántotta a kardját, s most már könyöröghetett a cseh Levágta a fejét, kardja hegyére szúrta, s úgy ment át budára, fel a palota elé. – Vaj, ki lehet ez a vitéz? kérdezte a király, amint Miklós szép csöndesen mendegélt fölfelé. – Senki sem ismeri közületek? – Nem ismerem, mondta ez is, az is. A királyhoz közel állott Toldi Lőrinc, kérdezte őt is. Te sem ismered, Toldi Lőrinc? Nem ismerem, felséges királyom, felelt Lőrinc, s fehér volt színében, mint a fehérített vászon. Hiszen nem csoda, ha fehér volt színében, Toldi Lőrinc. Nagy oka volt annak. Mikor Toldi Lőrinc visszajött Budára, egyenest a királyhoz ment, s álnok szomorúsággal töviről hegyire elé mondta a királynak, hogy az öccse gyilkosságba keveredett. Bizony, ha úgy, mondotta a király, Azért lesz a jussa, aki legyőzi a óriást. Hiába mesterkedett hát a gonosz lelkű a király a veséjébe látott. Tudta jól, hogy az öccse vagyonára vágyódik. Nos, ha vágyakodik, győzze le az óriást. Azám, csak hogy Toldi lőrinc inkább a maga jussát is odaadta volna sem, hogy az óriással kiálljon. Hát, csak ugyan nem ismered ezt a vitézt? kérdezte újra a király. Toldi Lőrinc még jobban elfehéredett. Nézte, nézte a vitéz formáját, csodálatosan hasonlított Miklóshoz. Abban a pillanatban a palota elért Miklós. Megállt, leemelte a sisakját. De volt csuda Budába. Még a bajusza is alig serket Miklósnak. Hogy ne csudálták volna hát, hogy ez az ifjú vitéz győzte le a cseóriást. Ki vagy? Mi a neved? kérdezte a király. Toldi Miklós térdre borult a király előtt. Toldi Miklós az én nevem, felséges királyom. Véletlen gyilkosság miatt világbújdosója lettem. Hagyd meg ifjú életemet, végy vitézeit seregébe. Mondotta akkor a király. Kejfelt fel, Toldi Miklós! Ártatlan vagy, tudom. De még azt is tudom, hogy bátyád, Toldi Lőrinc az oka mindennek. Hallod-e, Toldi Lőrinc? Ez órától fogva nincs helyed vitézeim seregébe, mert az öcsédhez hamis szívvel voltál. Ím a kardom, Miklós, visel dicsőséggel. Azzal a király leoldotta a kardját, s maga kötötte fel Miklós oldalára. Így került Toldi Miklós a vitézek seregébe, a királynak udvarába. Még aznap a király aranyos hintóba hat lovat fogatott, úgy hozatta Budára Toldinét. De nem is maradt ezért adósa Miklós a királynak. Szolgálta haláláig becsülettel, világhíres vitésséggel. Így volt, vége volt, igaz volt.